Sikátorban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép kívánunk, ezt tehát a Millás reggeli nagy örömmel konstatáljuk, hogy ismét hétfő van és ismét itt lehetünk veletek. Egy kicsodák, egészen pontosan Mihálovics András mindenek előtt otthonról. Én Csács Gábor is itt van velünk, úgy látom. Jó reggelt kívánok én és a hallgatóknak, és külön köszöntöm Ács Gábor műsorvezető kollégámat is. 030 30 20 10 9, 0 9, ezt kell tudni, innentől aztán a lovak közé dobtam a gyeplőt, mert hogy Whatsappon, Viberen és sms is lehet nyaggatni a májvaszínű pulóvert viselő Ács Gábor. -t. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy szóba hozhassam, hogy nem csak hallgatni lehet bennünket, hanem nézni is, és ma az egyik vizuális elem, amivel készültünk az Ács Gábor pulóveret. Ez úgy működik ilyenkor, hogy amikor az ember félkómásan bele a szekrénybe, akkor ez akad a kezébe, de örülök, hogy annyira figyelemre méltónak tartottad, hogy megemlékez róla, én viszont nem tudom elolvasni a New York City-t leszámítva, a feliratodat a te túlfűtött szobádban, valószínűleg túlfűtött szobádban fölvett pólódról, úgyhogy... Én csak együtt ennyit, New York City. Erről. Én ennyit akarok ma reggel üzenni mindenkinek New York City. Itt is nagyon meleg volt, viszont egy olyan kellemes szellőztetést lehetett csapni nagyon rövid idő alatt, mert hogy nagyon hideg van kint, úgyhogy pillanatok alatt ki lehetett a meg lehetett oldani a szellőztetést. Egyébként a hallgatók is írják, Didergős jó reggelt két főz méltóan erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon. A Szerencs utcai lámpánál tapasztalható kisebb torlódás miatt 29 perc a menet az zugló a mezőre jelenleg szerint. Ugye pont múlt héten észrevételeztük, hogy egyszer befutott egy 21, hogy nem emlékeztünk, hogy valaha is sikerült egyel se kezdődőre levinnie. Ezek szerint, ezek szerint ez a 29 ez egy kifejezetten rossz idő, tehát dugós idő. Sőt, egy hallgató azzal indított 6 óra 8 perckor, hogy dugó a Hungárián reggel 6-kor. Úgyhogy a szokásosnál is jobban várjuk az SMS-eket. És ebben a pillanatban Monornál baleset a négyesen, ha jól látom. Úgyhogy hú, nincs eső, van egy kis hideg, de messze a fagytól, tehát attól nem kell félni, hogy vizárfolyások legyenek. bár valami kis talajmentit ígértek nekünk, de az úgy tűnik, hogy nem a főváros hmm. környevetében van. De azért csak nagyon óvatosan, viszont a forgalom az ezek szerint jóval van a jobba. Az eddig megszokottnál ezt mindenki, vegyétek figyelembe. Isten éltesse a nándorokat! A Nagy László, ő használja ezt? Tehát gratuláljunk hozzá? Hát, igen, ha, igen, ha bosszantani akarjuk, akkor szoktuk nándizni, igen. Jó, tehát akkor kedves Nándi, Isten éltessen téged is, illetve valamennyi nándor hallgatónkat, mert nevük napja van ma. Gábor nem tudhattad, de a hétvégén iszonyú nagy küzdelem dúlt Facebook oldalunkon, ugyanis négy jelentős ütközet is esik a mai napra, október 19-ére. Én nem bíztam semmit a véletlenre, megszavaztattam a drága hallgatókat, és igen, parázsvita alakult ki üzenő falunkon, hogy a rómaiak punok ellen vívott utolsó nagy ütközetét, a Zámai csatát, 1448-ban Hunyadi János vereségét Rigó mezőnél, a Yorktowni csatát a britek és az amerikaiak között, Napóleon legyőzését lipcsénél, vagy a debreceni tankcsatát 1944-ből, erről beszéljek a ma napi csata rovatunkban, és örömmel konstatálhatom kérlek szépen, hogy majdnem Minden. 150 szavazat jött, és ezek egy egyharmada 55 szavazat egészen pontosan ha Rigó mezőre vonatkozik, tehát elsőprő többséggel Igen. Rigó mezőről fogok mindjárt beszélni. De nincs idő egyikre se, úgyhogy ezt rövidre zárhatjuk szerintem, nem, és nem, akkor elmarad nem az, nem az egész. Mit szólsz hozzá? Nem maradhat el. Ennyi hallgatót, nem lehet figyelmen kívül hagyni, öngyilkosság lenne. Úgyhogy gyorsan... De ezért csináltad ezt az egészet, hogy sarokba szoríthass, ezért. és meglegyen legyen a hivatkozási alapod a napi csatorovatra. Értem. Örbögöd van. Örbögöd van. Na jó, hátra dőlök, azt a rigómezet. Mondjuk el, és utána a születésnaposok? Vagy nem, vagy, el? vagy. Már ezzel kilőtted a születésnaposokat. A születésnaposokat Jó, isten nagyon... a születésnaposokat. Például uh, Janicsák Istvánt és Janicsák Vecát nekik születésnapjuk van, Litkai Gergelyt is köszöntöm, és akkor mindenki, Bánsági Ildikót nem kevésbé, e, és e, hát akkor nekik is születésnapi ajándékúr, a Rigó az Viszont csata. egy születésnapost én is hadd említsek meg. Fergábor Na, hívta fel a figyelmünket arra, hogy tegnap volt a századik születésé fordulja Melina e, Merkurinak, e, aki egy nagyon híres e, görög Színésznő énekes, illetve a politikai tevékenységével is örökre beírta magát a görög híreségek. Mi Milyen könyvében? Arrokának. Arany követ? Igen. Vagy arckönyvében. Igen. Vagy Nagyon, so igen. Nagyon sokáig kulturális miniszter volt, emigrációba kényszerült, amikor a katonai. Hát mondhatjuk, diktatúra volt uh, hatalmon, és amikor a görög demokrácia visszaállt 74-öt talán, az a, az időszak onnantól kezdve egyik legelismertebb politikus volt, és nagyon sokáig kulturális miniszter, és amikor meghalt 70 valahány éves korában, akkor is még kulturális miniszterként működött, úgyhogy köszönjük szépen Felgábornak, hogy fölhívta rá is a figyelmet, száz éve született el. Na, parancsolj! 572 évvel ezelőtt járunk, egy októberi napon 1448-ban, valahol Szerbiában, illetve Koszovóban, Rigó mezőnél. És hogy miért röpentünk ide-vissza? Hát a török kopogtat, kérem szépen, a Balkán felszigeten egy világbirodalom lassan a magyar határhoz közelít, ugye Bulgáriát, vagy a mostani Bulgáriát már bekevelezte, leverte az albánokat, legyőzte a szerbeket az első rigómezei csatában, stb. stb. És hát az ország legnagyobb földes úr Hunyadi János, mit ad Isten, pont a délvidéken és Erdélyben, azaz a törökökhöz közeli területeken vannak a birtokai, úgyhogy gondol egyet, nem hagyja, hogy itt minket egrecírozzanak a törökök, és egy remek haditervel áll elő, amelynek a lényege az lenne, hogy összefog a havasalföldi vajdával és az albán skanderbéggel egyesítik seregeiket, és egy óriási nagy döntő csatában visszaveri a törököket Magyarország, és egyben az ő birtokai határáról. Egyetlen kavics van csak a cipőben, ez Brankovics György szerdes volt, akit néhány évvel korábban, hát Hunyadi ö, nemes úrhoz nem illő módon cserbe hagyott legutóbbi hadjáratánál, úgyhogy Brankovics György kicsit neheztel a mi Hunyadi Jánosunkra, és hát természetesen neheztel rá a második Murát Szultán is, úgyhogy nyilván ő mindent elkövet azért, hogy Hunyadinak ez a remek haditerve, ez nem működjön. Mit csinál jó hadvezérhez méltó a Murát Szultán? Hát nem várja, melyik még egyesülnek a az albán és a magyar seregek, hanem összegyűjti az oszmán birodalom teljes haderejét, még egyszer mondom, a teljes haderejét. És hát, hát hogyan, hogyan? Hát hogyan? Hát ide teleportált a pár nap alatt, azt meg hogyan nem, logisztikailag? Hát ugye azért a Hunyadi Jánosunk olyan 30 ezer emberrel indul el, ezzel nem lehet lópakodni, Gábor, tehát Nyilván a töröknek is vannak kémei, és hát a plegykák szerint Brankovics György is szól neki, hogy hát elindultak a magyarok, mert ugye Szerbián keresztül vezet az út Koszovóba, úgyhogy Murát Szultánnak van ideje szépen felkészülni, annál is inkább, mert hogy Hunyadi Megpróbál rendet teremteni a szervek között, ezzel némi időt is veszít ráadásul, aminek fontos jelentősége van. Na mindegy, menetelünk, menetelünk, jó mélyen benyomult az ellenséges területre a jó Hunyadi János, nagyon sietett, nem foglalkozott azzal, hogy majd a hátját fedezze, hogy a hátában várakat meg csapatokat hagyjon, hogyha mégse győzne, akkor legyen biztonságos hazaútja. Egész egyszerűen annyira hitt a győzelmében, hogy nem foglalkozott ezzel. Erre még a szultán is rájátszott, mert állandóan kisebb csapatokat küldött Hunyadi elé, akik látványosan megpucoltak, amikor megjelentek a magyarok apró csetepaték után. Így hát a rossz nyelvek szerint becsalták Rigó mezőre Hunyadi Jánost. Majd amikor odaért, hát akkor mit volt, mit tenni, meg kellett, hogy ütközzön a törökökkel, mert hogy azok egyszerűen megjelentek a hátába. Ilyenkor, hát ugye, ha a hazád és a közted van egy jó nagy török sereg, nem nagyon van, van más választásod, muszáj csatát vállalni, mert ha nem vállalsz, akkor elvágják az utánpótlásodat, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülsz. Néhány szó a csatatérről, ez egy ilyen fensík, amelyet olyan kékestető nagyságú hegyek határolnak, de nem ö, sík ö, ez az egész, mert hát egy folyó is megy rajta keresztül, és ilyen apró dombok vannak, és a legnagyobb sík, ilyen lapályos rész, ami csata ö, lerendezésére alkalmas, az az északi részén található, amelyen egy domb van, ennek egy stratégiai fontosságú domb van, úgyhogy ezért rögtön az elején a csatának kialakul egy küzdelem, szerencsére ezt mi nyerjük, és hát Hunyadi ennek a domnak a tetején állítja fel a hadseregét. A következő hadrendben mondtam már, hogy olyan 30 ezeren vagyunk, a dom tetejére csinál szekerekből egy ilyen várat, jól megtűzeli ágyukkal, meg mindenféle puskákkal, Előtte odaáll 15 ezer jó páncélos nehéz lovasával, ezeket úgy kell elképzelni, mint a hagyományos lovagi seregeket, tehát jó sok páncél van a lovon is, meg az embereken is. Mögöttük 5 gyalogos, ennek majd elmondom, hogy mi a jelentősége, és a bal szárnyon magyar és havasalföldi lovasok vannak, meg a jobb szárnyon is, úgyhogy a törökök pedig szemben jó kétszeres túlerőben 50 ezeren, középen ott a janicsárok, képzeljük el ezt, hogy ott állnak ők ezek a jellegzetes fehér sapkájukban, és aszabok is vannak, ezek ilyen könnyű gyalogosok, előttük meg a törökök szokása szerint jó nagy tüzérség, két oldalt, meg a rumériai és az anatóliai lovasság 10-10 ezer -10 fő, és még 10 ezer is, a hátukban szintén egy ilyen megerősített táborra támaszkodnak. No, és akkor így érkeztünk el a csata pillanatáig, és hát a, itt megoszlanak a vélemények, hogy hogy zajlott ez az egész, de valahogy úgy kell elképzelni, hogy a két szárnyon lévő magyar lovasság nekirongyol a másik két szárnyon lévő török lovasságnak, akik színleltem meg futamodást játszanak el, hát ugye ezt ismerjük, mert a magyarok is űzték ezt annak idején a honfoglaláskor, de hát ugye elönti őket a harci düh a magyar lovasokat, mennek utánuk, egész addig még el nem szakadnak a főserektől, és hát utána kérem szépen ezek a törökök nem általnak a hátukba kerülni, úgyhogy elszakadnak teljesen a, a magyar főserektől, és hát gyakorlatilag ezt látva, mármint a kezdeti sikereket, hogy nézd már, milyen jól megy a kész szárnyon ez a lovasroham, hunyad is támad ezzel a vasfallal, de hát a janicsárok nagyon jól kiképzett és nagyon gyakorlat katonák, úgyhogy így szépen utat engednek a magyar lovasoknak, azok neki rongyolnak ott a, a fennmaradó török erőknek, de a janicsárok szépen bezárnak mögöttük, ugye a hátukban a janicsárok, előttük a megerődített török tábor, és hát kezdődik a hatalmas zűrzavar, elkezdik levágni a lovakat a törökök, és hát itt több vezér is elesik, ami azért döntő jelentőségű, mert annak idején ugye nem a zászlóhoz, nem az országhoz, nem a királyhoz voltak hülyek a katonák, hanem a vezérünk és amikor látják, hogy ez a báró, meg az a gróf, meg ez a bán elesik, leesik a lováról, akkor ugye a harcice ellen megtörik, úgyhogy menekülni kezd mindenki, közben ugye ahogy mondtam, a két szárnyon bekerítik szintén a lovasságot és szétzavarják a, a magyarokat, úgyhogy hát ez a csata lassan veszni látszik, főleg, hogy a magyar gyalogság eddigre éri utol ugye a nehéz lovasokat, és hát ő is véres kézitussába bonyolódik, de ők vissza tudnak húzódni a Szekérvárba. Így ér véget a csata első napja, hát nem tűnik döntetlennek, inkább a törökök felé lejt a pálya, de aztán a törökök a Szekérvárba visszaszorult magyarokat sem hagyják elmenekülni, hanem másnap bekerítik a Szekértábort, és az ott lévőket az utolsó emberig levágják. Magáról Hunyadi Jánosról keveset lehet tudni, annyit, hogy később a szerbek elfogják, ebből valószínűsíthető, hogy már az első nap végén, tehát nem várta meg, még bekerítik a Szekérvárba, hanem már az első nap végén elmenekül a, a, a csata helyszínéről. Tehát ez volt a ligómezői csata. Néhány életképpel színesíteném ezt a dolgot. Tessék elképzelni magunkat Jani Csárként, hogy ott állunk egy domb aljába, ahonnan ilyen 15 ezer teljes páncélzatú lovas teljes vágtában jön felénk, micsoda fegyelmezettség kell ahhoz, hogy nem világász alattak ezek olyan a janicsárok, hanem szépen, gyakorlott módon beengedték őket, és még arra is volt idejük, meg lehetőségük, meg előrelátásuk, hogy képzeld el, Gábor, tevéket engedtek a magyar rohamozó lovasok közül. Miért? Mert a ló, hogyha ismeretlen szagú állatot lát, akkor attól nagyon megriad, és ezzel akarták egy kicsit megtörni a magyar lovasrohamot. Volt perce földsánc is, ami megint csak a magyar lovasrohamnak a lassítását célozta, meg hát ugye az ágyuk is a táborból, úgyhogy nagyon felkészültek erre a dologra, de gondoljunk bele, hogy egy ilyen lovas, egy ilyen lovas, és ebből volt 15 ezer ebből a páncélos lovasból, volt egy mondjuk ilyen 450 kiló egy ló, mondjuk az akkori emberek lehettek ilyen 70-80 kilósok, meg rajtuk volt 20-30 páncél, ez egy darab súly, és ebből jön vágtában 15 ezer felét, szóval ez nem lehetett egy ilyen nagyon szívet nyugtató látvány. A másik életkép, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a Szekérvárban, mikor látod, hogy a hadsereged nagyobb része elmenekül, vagy legyőzik, levágják, és hát tudod, hogy te gyalog jöttél idáig, így nem gyalog hazamenni, nagyon-nagyon nehéz, beszorultál egy szekérvárba, amit körbeveztek a törökök tüzérséggel, meg még nagyobb túlerővel, és így hát nem tudom, mi járhatott azoknak a vitézeknek a fejébe, hogy itt aztán sehova sincs hátralni, úgyhogy kitartottak az utolsó utolsó emberig, úgyhogy uh, mély tisztelet nekik emiatt és hát akkor végül a csata következményei nagyon messzeható következményei voltak. Rá kellett ébrednie az európai hadseregeknek, hogy ez a keresztes háborúk óta alkalmazott páncélos lovasok nagy elánnal nekirongyolnak más hadseregeknek, ez a törökök ellen hatástalan, mert hogy az ő seregük fegyelmezettebb, gyakorlottabb, és meg tud olyan manővereket csinálni a csatatéren, amire nincsen más megoldás, csak a gyalogos zsoldos sereg, mert ugye az eredeti terv is az volt, hogy majd a bekerítéstől ezek a gyalogosok megvédi kunyadi nehéz lovasait, de hát nem sikerült, mert még nem voltak olyan gyakorlottak, nem voltak olyan jól képzettek, mint a törökök. Ráadásul ennyit gyalogosra, amennyit ugye utána Mátyás királyunk a fekete sereg formájában fel is állított, nem is volt pénza az akkori magyar királyságnak, úgyhogy ilyen megelőző csapás többet Magyarország nem mért a törökökre, így aztán a Balkán a szultán kezébe került, és hát közvetlen szomszédunk lett a török birodalom. Hozzáteszem, hogy azért 1526-ig fel is tudtuk ugye a Mohácsi csatáig tartani őket, úgyhogy ez volt a Rigó mezei csata, a rövid története a némi életképpel és szubjektummal tűzdelve. Jaj, hát nagyon szépen köszönjük. Azt pedig külön kiemelném, hogy általában a magyar csatamondás, illetve a magyar hadseregekről szóló történeteknél megszoktam, hogy a nyertes csatáknál beszél a történetmesélő egyes szám harmadik szemében, tehát mi milyen jók voltunk Nándor mintha én is ott lettem volna, és hogy elagyaltuk őket például Pákoznál. De a, valahogy a vesztes csatáknál a magyar hadseregről beszélünk, illetve az ottani hadvezérekről, stb. stb. Te viszont együttérző voltál, és bevetetted a mi kezdetű mondatokat, abszolút, most többes már többes szám első szemét is, egy ilyen csatánál is, úgyhogy... Ezt külön hadd emeljem ki piros pontként elismerésem Igen, jelekén. Kicsit foltot ejtettem Hunyadinak a Nimbuszán, mert ugye elég meggondolatlan volt, amikor mélyen beatolt az ellenséges területre, és elég meggondolatlanul ott is hagyta a seregét. Jó, nyilván egy fontos szemét, mert ugye akkor kigyőzött volna Nándor Fejérvárnál, ha ő mondjuk kitart a szekérvárba az utolsó emberig heroisztikus módon, de hogy azért hmm. ebből is látjuk, hogy Hunyadi is ember volt, fennmaradtak források, hogy nagyon le is nézte az ellenfeleit, hogy ezek csak koszos pogányok, majd elfenekeljük őket, hát nem így történt, úgyhogy Na jó. mezőnél még nem. Így történt az, hogy Mackó kollega két rovat idejét is eldomálta egyszerre, illetve nem tudom, van nagyon-nagyon rapid lapszemlét tudunk majd tartani a zene után összevontan a tőzsdei beszámolóval, úgyhogy haladunk is gyorsan most tovább.